A napokban hunyt el a magyar zenei élet kiemelkedő személyisége Balázs Fecó. A Kossuth és Liszt Ferenc díjas muzsikussal 12 évvel ezelőtt zenélt együtt Parag Tibor. Szekszárdon is volt közös fellépésük. Egy alkalommal közös, úgy volt közös fellépésünk, hogy nem egyszerre, hanem egy estén léptünk fel, és én énekeltem tőle egy számot. Egyébként nem tudtam, hogy ott van. És utána odajött hozzám ez a szám, ez a Hazafelé című szám, ez a Nézd lassan itt az éjszaka, vad álmok tágas otthona volt, aminek van egy érdekessége, a Horváth Attila szokta írni a Fecónak a szövegeit, de ez kivételesen nem ő írta, hanem sokan nem tudják, a Hobó, a Földes László írta, természetesen annak idején álnéven, most nem tudom felidézni az álnevét, valami név, nem engedték őt szerepelni a közmédiákban annak idején, így álnéven ezért nem tudja senki, de ez a gyönyörű szép szöveget a Földes László írta. Szóval lényeg, hogy utána odajött a Fecó, és azt mondta, Tibor, ez olyan volt, mintha én énekeltem volna. Egy valamelyest hasonlítunk is a hangterjedelmünk, a hangmagasságunk, és így tovább. És hát innét indult a személyes kapcsolat. 2008-ban volt az első fellépésünk egyébként Szekszárdon. Szekszárdi Pünkösdi Fesztiválon volt az első Balázs Fecó Parag Trió koncert. 2008 májusában. A repertoárunk az gyakorlatilag a Fecónak az egész életéből összeállított, összeválogatott dalokból. Volt benne lírai blokk, amikor csak ő zongorázott és csak ő énekel, de a gerincét a zenekaros produkciók tette ki a koncerteknek. És hát egy évig tartott, kicsit több, mint egy évig tartott. A korrállal és a Neotonnal legendássá vált Balázs Fecó 69 éves korában hunyt el koronavírusban. Most is borsozik a hátam bele, mert hát olyan öreg nem volt még, és nem is volt olyan állapotban, bár ez a borotválkozásos ügy, nem tudom, hogy hallott róla ez, igen, megviselte az imidzsét, igen, de ettől függetlenül még egyszer nagyon aktív volt, és engem ez nagyon-nagyon meglepett, és tulajdonképpen úgy vagyok vele, hogy el sem hiszem. Tehát nem is hiszem, mint hogyha meg sem történt volna, de hát sajnos úgy néz ki. Ugye? Igen, igen, igen. Ő még hosszú, szép évek várhattak volna rá, ha nem így alakul a helyzet. Az utolsó pillanatig tartottuk a kapcsolatot a Fecóval, és hát nagyon-nagyon sajnálatos ez az eset. Sok mindent hallottam, mi hogy történt, miért történt, erről nem is szeretnék beszélni. Körülbelül fél éve volt az utolsó olyan beszélgetésünk, ahol azt terveztük, hogy én feldolgozásokat csinálok az ő dalaiból, az ő együttműködésével, tehát én csinálok, kitalálok valamit azokból a dalokból, ami nem a csapon is folytat, tehát nem a legközismertebb dalaiból, nagyon sok dala van a Fecónak, és elviszem hozzá az ötleteimet, és közösen összerakjuk, és azt majd én előadom. Ezek voltak a tervek. Kevesebb, mint fél éve. A Fecó nagyon aktív volt, mindig tele volt tervekkel, mindig pörgött, mindig aktív volt. Én sosem láttam elkeseredve őt. Úgyhogy... Ő ilyen pozitív személyiség volt? Nagyon, nagyon, igen, igen. Annak érdekében, hogy ne merüljön feledésbe Balázs Fecó életműve, és hogy tisztelegjen a zenei nagysága előtt, Parag Tibor készített egy felvételt, amin a közös fellépéseiket is felidézi. Úgy érzem, hogy tartozom ezzel, hogy megemlékezzek róla. Tehát, mint ahogy ígéretet is tettem neki, hogy nem hagyom, hogy feledésbe, amennyit én tehetek ez ügyben, nem hagyom, hogy feledésbe merüljön az életműve.